Szevasz, Krisz! Nézed az EB-t, mi jó meccsek vannak, igaz? Aha, megnézem a kopát is. Mit? A Copa Amerikát. De figyelj, már reggel 8 van, tudtad? Tudom. És miért vagy napszemekbe? Nem akarok róla beszélni. Na, figyeljetek, srácok, lesz ma szó a Copa Amerikáról. Krisz, vedd már a szemegedet, hogy nézel ki, azért mégiscsak adásban vagyunk. Na, látom, kipihent arccal érkeztél a mai napon is. Krisz azt mondta, hogy szeretne beszélni a Copa Amerikáról, fenn volt egész éjjel, nézett mérkőzéseket, én viszont a Premier League-el készültem, ugyanis kartelezés van a Premier League-en belül, és hát erről egyre több cikk megy kifelé, ami szerintem kifejezetten érdekes, ami mostanában történik. Na, mert mi az, ami itt alakulgat? Ugye van az a Premier League pénzügyi szabályozása, ugye legnagyobb beszéltünk korábban az egyik adásban, hogy a három szezonokat vizsgálnak, akkor maximum 105 millió font lehet a három szezon alatt a veszteség, amit termelhet egy klub. Ugye az előző szezonban... Akkor várja, visszaalszok, jó? Ja, de várj, azért nagyon ne aludjál vissza. Az előző szezonban nagyon izgalmas volt a kieső zóna, pont ennek köszönhetően, hiszen az Evertontól 6, a Nottinghamtől pedig 4 pontot vontak le, ezek miatt a dolgok miatt. Hát és ugye itt vagyunk a pénzügyi záráson, ami minden szezonban a június 30-ával zárul le, és akkor záródik le tulajdonképpen a mindig az aktuális harmadik év. Hát és vannak néhány klubok, akiknél hát így gond van itt a számokkal, mondjuk ilyen az Everton, az Aston Villa, a Chelsea és a Newcastle, akik így elkezdtek ilyen belső kereskedelmeket csinálni egymással, amik hát kifejezetten érdekesek és kifejezetten érdekes számokat tartalmaznak. És nézzünk néhány példát, ami szerintem kifejezetten izgalmas, mondjuk, hogy tegyük fel, hogy mondjuk megveszi az Aston Villa Ian Madsent a Chelsea-től 37,5 millió fontért, ami mondjuk euróban 44,3 millió euró. Madsen egy jó játékos, de azért ennyit nem ér. Azt azért nyugodtan ki lehet jelenteni. De akkor mi a francér éri meg az Aston Villának megvenni a Chelsea-től ezt a 37,5 millió fontot kifizetni a Chelsea-nek? Hát azért, mert hogy ez a Chelsea-nek azért jó, mert hogy mindig, amikor a saját nevelési játékost ad el egy adott klub, akkor tulajdonképpen a bevétel az teljes mértékig bevételnek számít, az teljesen tiszta haszonként érkezik meg, viszont a kiadás mondjuk az Aston Villa részéről az már nem így néz ki, hanem úgy néz ki, hogy ahány évre szerződteted a játékost, vele együtt annyival osztódik az összes költség. Tehát a játékos fizetés és vételi ára, ha mondjuk ilyen Madsent leigazolod mondjuk 4 szezonra, akkor ezt összeadod és elosztod 4-jel, és abból, ami marad, az, ami mondjuk az adott pénzügyi szezonba megérkezik a klubodhoz. Most ilyen Madsen esetében el tudom képzelni, itt van sportszakmai biznisz a dolog mögött, de azt, amikor az Aston Villa és az Everton elcserélgeti a játékosait, ott azért vannak érdekességek. Az Aston... Ilyenkor hasznos egyébként a Transfermarkt. Csak ezt mondjuk el, hogy ilyenkor jó összevedni egyébként. Jó, tehát van egy Aston Villa, most már Aston Villa játékos, Team Iroegbunam, egy már méltán híres Team Iroegbunam, akiért 11,8 millió fontot fizetett ki egyébként az Aston Villa az Evertonnak, miközben az Evertonnak eladta Louis Dubbint, a méltán híres Louis Dubbint 10,7 millióért, és itt úgy tűnik, hogy hát itt azért mind a két csapatnál történt pénzügyi mozgás, de hogy mégiscsak az Aston Villa egy picit többet költött, ugye a 11,8 millió, az több, mint a 10,7 millió font. Azt el kell mondani, hogy nyilván egyik játékos sem ér ennyit. A két játékosnak összesen nincsen 20 Premier League mérkőzése, hát és az egyik 20, másik 21 éves, várhatóan nekik azért nem lesz komoly karrierjük itt a klubban belül, de hogy miért jó ez? Hát azért, mert itt is tiszta haszon van, saját nevelési játékost adok el. Tiszta a bevétel, viszont aláírtam velük x évre egy szerződést, elosztódik tulajdonképpen a transferdíj, és egyébként a nagyon-nagyon minimális fizetés, mert ezek a játékosok olyan sok fizetést nem kaptak. Hát, és így elosztódik a bevétel, tisztázódik ugye a klub, és a 105 milliós határon belülre kerül. Most nyilván van, hogy itt azért érdemes itt arról beszélni, hogy ebben az esetben azért ezek a játékosok nem mint klub alkalmazottak vannak, hanem mint transfer eszközök. Nyugodtan lehet ezt így mondani, és hát a játékosok pályafutása az tulajdonképpen az igazán lényegtelen a klubok szempontjából. A kérdés az, hogy most ez szabályos-e vagy sem? A válasz az, hogy nem tudjuk. Nem tudjuk, mert Angliában igazából nincsen erre ilyen testület, vagy ha van is, akkor igazából még nem nagyon lépte meg, hogy ilyen nagyon drasztikus lépést tett volna meg, de hogy
mindaz, amit elmondtál, az arról szól, hogy könyvelés technikában jobban nézzenek ki a számok. Volt annak idején, nagyon sokan felhozták, hogy a Juventus, Barcelona között ez a Arthur Pjanic csere, ami egyébként a világ vicce volt, de hogy ugye az egész arról szólt, hogy akkor én nagyon sok pénzért megszerzek egy játékost, vagy eladom a játékosomat, ergo az bevételként el tudom könyvelni, tehát ergo akkor a saját deficitemet ezt még jobban tudom kozmetikázni. De egyébként ennek a fordítottja az, amit a Chelsea csinál, aki azt mondja, hogy figyelj, sok éves szerződésekkel nagyon magas áron szerzek meg tehetségeket, tehát csak a példa kedvéért, mondjuk egy 80 millióért veszek egy játékost, de megkötök vele egy 8 éves szerződést, akkor az csak 10 millió eurós kiadást jelent. Ergo, könyvelésileg ez szabad, tehát ez benne van, de az, hogy klubok így összeállnak, meg így összezárnak, az már ilyen kartellezés, mert nyilván a kartellezés, mint definíció, az nem ez, de hogy ez gyakorlatilag nem szabályozza senki. A másrészt, ami tényleg a viccesebben az egészben, hogy országonként eltér az, hogy hogyan szabályozzák ezt az egészet. Tehát, hogy amikor volt ugye az Arthur Pjanic csere, akkor a Juventust azért elmeszelték. Spanyolországban a Barcelonát nem. Tehát, hogy ilyenkor jön az, hogy Európai Uniós jog, akkor az hogy van, meg akkor a szabad munkaerőáramlás, meg a, és a többi, és a többi, tehát, hogy minden országok más, de ehhez képest ugye nagyon másképp járnak el, és akkor most az a kérdés, hogy Angliában ez mennyire fogják, vagy ezt az egészet mennyire fogják szabályosnak tekinteni. Így van, mert hogy ugye azt nehéz megállapítani, hogy akkor mennyi a piaci értéke egy játékosnak, és hát én nem mennék el abba az utcába, hogy de a Transfermarktról le lehetne olvasni, és akkor csak a plusz 10, vagy 20, vagy 25%-ba térhet el, ebben nem menjünk el ebbe az irányba szerintem. Ebben nem, de hogy a Transfermarkt csak azért hoztam fel példaként, hogy a töredéke az érték ezeknek a játékosoknak. Abszolút. Tehát nyilván nagyon felstrófozott az áron adják el őket. Igen, és ez nagyon jó, amit mondtál, hogy ugye Pjanic ott 60 millióért vette a Barcelona, de 80 millióért adta el Arthur Melót a Juventusnak, lehetséges. Tehát, hogy, és ugye az előtte való szezonban egyébként ezt megcsinálta a Barcelona, csak akkor a Valenciával bizniszelt, akkor ugye Szilesszent adták el 35 millió euróért, és vették Nétót 26 millióért. Egyébként ott se a Valenciát, se a Barcelonát nem tartották hibásnak, se itt a, tényleg itt a Barcelonát ebben az esetben nem, de Juventust többek között ezért is kaszálták el ugye pénzbírsággal, meg pontlemonással. Most ugye Angliában nincs erre szabály elvileg, hogy ez hogyan néz neki, de azért maradjunk annyiba, hogy legalább annyira bűzlik, mint a Chelsea-nek a Chelsea tulajdonosának az egyik cége megvásárolja a Chelsea ingatlanát, ami bevételt termel a Chelsea-nek. Szóval, hogy vannak azért itt igazából gondok ezzel kapcsolatban, de hogy lesz ebből büntetés, ezt majd meglátjuk. Én nem vagyok benne biztos. És ilyenkor jön be ugye a kormányzat, hogy mennyire fogja ezt az egészet szabályozni, a hatóságot fog neki kitalálni arra akkor, hogy nem tudom, a tiszta érték az mennyire adott egy adott játékosnál, vagy nem, tehát hogy nyilván ezeket mind meg fogják vizsgálni. Szerintem maradjunk egy kicsit még Európán kívül, mert hogy én a Copa Amerikáról akartam beszélni. Mert hogy annak idején volt ugye az Africa News, ami idén most elmaradt, de hogy azért a dél-amerikai kontinens tornáról érdemes beszélni egy kicsit. Csak ilyen gyors talpaló tényleg annak, aki teljesen kősutában az egészben. Például a Dávid. Ki? mert mondta, hogy nézd a Copa Amerikát, és akkor a Dávid mondta, hülye vagy, EB van. Mondom, de most fog kezdődni mindjárt. Úgyhogy, tehát, hogy, a kedvencem az tudik, volt, bocs, a kedvencem az volt a Sipszó utánban, kérdezte valaki, hogy lesz Copa Amerika, Sipszó után, és kérdezem, hogy mikor? Hát hajnal 2-kor van a meccs. Hajnal 4-kor, akkor összeülünk, és akkor megbeszéljük a történéseket. Nem lesz Sipszó után, de majd akkor Krisz majd okosakat mond. Igen. És akkor hajnal 3-kor a Szabi a streamet előkészíti. Úgyhogy igazából, amit tudnod kell a Copa Amerikáról, hogy idén, ugye nyilván elkezdődött, és idén például az USA-ban tartják, Amerikában. Utoljára 2016-ban volt ilyen, akkor tartották a Centenáriót, a 100 éves Copa Amerikát, ami egyébként az, hogy Amerikában rendezik, most hogyha így nagyon gyorsan kellene mondanod azt, hogy hol szervezik a 2026-os VB-t? Hát az a három kontinenses történet. Igen, az a USA, Kanada, meg Mexikó. Tehát hogy annak egy ilyen nagyon jó főpróbája. És egyébként ami érdekes, hogy a döntőt az július 14-én szervezik Miami-ban, tehát hogy pont ugyanaz nap, amikor egyébként az EB döntő is lesz. Annyi az érdekes, hogy 16 csapatos torna, és 10 van Dél-Amerikából, és 6 van a CONCACAF zónából. Tehát köztük USA, Kanada, meg Mexikó, Costa Rica, tehát hogy nyilván egy kicsit ilyen furcsán torz az egész. De hogy a lebonyolítás, az mondjuk egyszerűbb egyébként, mint az EB-n, mert ott azt mondod, hogy 4 csoportba rakod a 2 csapat, vagy a 16 csapatot, és akkor abból az első 2 jut tovább. És aki ott lesz, az nyilván Brazília, és akkor ott lehet figyelni Vinicius Junior. Wait for it. Igen, nem, már nem került be, de egyébként Endriket, ha valaki meg akarja figyelni még Premier League-t, akkor ezen a tornán megteheti.
Uruguay esetén egyébként a szövetségi kapitány még mindig ugye Marcelo Bielsa, Darwin Núñez annak idején megrúgta az első gólját. Akit érdemes szerintem figyelni, az a Chilénél, hogy alapból van egy ilyen mag, aki szerintem már pont egyébként, ha már Bielsánál tartunk, amikor még Bielsa volt a szövetségi kapitány, akkor egy ilyen nagyon lendületes csapat volt, csak ez a mag ez így kezd öregedni. És hogy Arturo Vidal mondjuk már ki is került ebből az egészből, de ott van még Alexis Sanchez, és hogy ezek az idősödő játékosok, ezek nagy kérdés, hogy mennyire cserélődnek le. Szerintem Chilénél egyébként van egy játékos, akire érdemes figyelni, ez a Dario Osorio. Őt láttam egy Franciaország elleni meccsen gólt lőni. Az ország egyik legnagyobb tehetségének tartják. De egyébként Kolumbiában még ott van James Rodriguez, aki az esetleg... És ő még él, lenni. Tudod? Ő még él, igen. Sőt, a másik kedvencem, de ezt már mondtam Dávidnek, hogy Chile kapusát úgy hívják, hogy... Claudio Bravo! Igen, a 41 éves Claudio Bravo, hát ha ismerős még. De egyébként azon rögtem, hogy Costa Ricánál még mindig ott van a még mindig csak 31 éves Joel Campbell, aki ilyen örök tehetség volt az Arsenalban egészen, nem tudom, 25 éves koráig, tehát mindig az volt, hogy majd be fog robbanni, és soha nem robban be, de hogy azért mégiscsak ott volt, mint kosztarikai nevelés, vagy kosztarikai játékos, viszont nem lesz ott Ochoa Mexikóval, úgyhogy gondolom tartalékolják arra a VB-re, amiről beszéltünk most, úgyhogy nagyjából ez. Ami szerintem még érdekes az, hogy Argentinánál nyilván minden arról szól Lionel Messi, közben ugye felbukkant Alejandro Garnacho, de egyébként a középpályáján, tehát hogy a játékukat nagyon meghatározza ez, hogy a középpályások visszamennek a védelembe, a támadók közül egy visszalép a középpályára. Viszont ugye a argentinának a kispadja az még annyira mély, hogyha ha a középpályán éppen nem McAllister van, akkor meg Paredes. Tehát hogy igazából van merítési lehetőség. A legnagyobb érdekesség nekem az volt, hogy Kanadának, ha nem beszéltünk róla, csak azért így felvetem, hogy a szövetségi kapitányát tudod, hogy hívják? Jesse Marsh. Úristen, tényleg? Tényleg? Annyit beszéltünk, hogy mindenhol felbukkant, nagyon sok ilyen felbukkant Európában, de most ugye Kanadának ő a szövetségi kapitánya, de hát nyilván Alfonso Davies, meg Jonathan David még mindig a húzó neve ennek a csapatnak. Azt néztem egyébként, hogy Austin, Texasban, tehát ugye mégiscsak Egyesült Államokban szervezik, ott olyan stadion épült, ahol ugye bevezetik ezt a Just Walk Out rendszert, ahol gyakorlatilag fizetsz a kapunál, beszkenned a bankkártyádat, és utána bemész, leveszed egy sört magadnak, és elmész onnan. Tehát, hogy nincs a sorban állás, nincs a bankkártyás fizetés, tehát, hogy nagyon automatizálva van az egész. A legdurvábban kinéző stadion az még mindig, ami Kaliforniában van, Inglewoodban, ez a SoFi Stadium, amit én csak azért tudok, mert láttam a 2022-es Super Bowl döntőt, meg annak a félidei showját, a mai napig, tehát nem tudom, tehát ha így visszatekintesz arra, mondjuk 3 évvel ezelőtt ki volt a Super Bowl-nak a félidei showjában, nem nagyon tudnád. A 2022-es az pont megvan, mert azt vissza is szoktam nézni néha. És akkor ott volt egyébként Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent, Mary J. Blige. Tehát ez volt az a stadion, ami egy ilyen brutálul néz ki, nagyon high-tech az egész. Szóval látványra azért mégiscsak ott van a szerem. Hát Krisz, ez nagyon izgalmas volt, főleg az a téma tetszett nagyon, hogy bemész és leveszed a sört és kifizetted. Tehát nem kell sorban állni, hanem megvan a sör, megvan a popcorn, mehetsz vissza a helyedre. Imádom, imádom ezt a rendszert. Na de beszéljünk itt az Európa bajnokságról, és mielőtt rátérnénk a sportszakmai témára, egy fontos közösségi problémára érdemes felhívni a figyelmet, ami a Törökország-Portugália meccsen csúcsosodott ki, amikor mindenki is beszaladt igazából a pályára. Hat berohanó volt, és hogy itt érdemes a meneten végigmenni, mert az első berohanó odaszaladt Cristiano Ronaldohoz, Ronaldo nagyon kedélyesen mosolyog, persze egy kisgyerekkel van, ez történik a fotó, jó, fáradj le kérlek szépen, mégiscsak futballozni szeretnénk, nagyon jó. És ugye ahogy jöttek tehát mondjuk úgy, hogy ahogy nőtt a berohanók száma, és a berohanók életkora emelkedett, úgy fogyott Cristiano Ronaldónak a hát mondjuk, hogy ő türelme, és tök igaza van. Szerintem Cristiano Ronaldónak tök igaza van. Ott az utolsó berohanónál már egy szöglet szituációnál ment be, és ott már egy ilyen tizenéves fickó rohant be, és ott már rendesen elállt, és már voltak ezek a gesztikulációk, meg a tipikus rohant. Amúgy tök igaza van. Irritált volt, igen. Hát tök igaza van egyébként Cristiano Ronaldónak. És itt erről akartunk igazából kicsit beszélni, és még egy példát akartam itt igazából behozni, hogy sajnos kezd ennek trendje lenni. Itt a Bajnokok Ligája döntő, nem tudom ki mennyire emlékszik rá, nem tudott rendesen elindulni időben, hiszen ott is kettő ember is befutott a pályára, és az a
az az érdekes ebben, hogy a közösségi média szerintem generálja ezeket a berohanásokat. És hogy miért? Hát a BL döntőben konkrétan egyébként szerintem egy pszichopata orosz streamer pénzt fizetett azért a berohanóknak, hogy az ő merch pólójukban rohannak be, hogy ezzel reklámozzák a saját rohadt póló terméküket, érted? És nyilván utána ezt nagyon sokan követik ezt az orosz idiótát, akik livestreamekbe verni őket, meg ilyesmi, de zárója bezárva. Tehát, hogy ez generálja ezt. És ez a probléma, hogyha befut valaki, ugye már videózza, tehát már kezdjük azzal, hogy már telefonnal fut be, hogy ha nem vagyok a pályán, ugye, csinálja a fotókat, és 2 perc múlva. 2 perc múlva ott van TikTokon, Twitteren, ezek esetleg Instagram live, ezek az anyagok. Te gyerekes apukokat el tudod képzelni, hogy egy gyereked ott áll mellett, és azt mondja, hogy kimegyek, és szelfizni fogok Cristiano Ronaldo. Tehát, hogy most az én kislányom, elmegyünk foci meccsre, és az én kislányomba felmerülne, hogy te figyelj apa, én akkor most beszaladnék a pályára. Kezdjük az, hogy föl sem merülne. Tehát, hogy kezdjük ezzel. De hogyha fölmerülne, akkor csak mondanám neki, hogy figyelj, Dorka, ez nem biztos, hogy a legjobb pillanat, amikor Cristiano Ronaldóval érdemes fotózkodni, vagy szépen megvárjuk a játékos kijáróba, vagy mit tudom én esetleg, amikor érkezik a busz, akkor, vagy amikor mennek be a hotelbe, az egy olyan pillanat, amikor esetleg tudsz egy közös képet elkapni Cristiano Ronaldóval, a meccs pillanata az rohadtul nem az. De ez én vagyok. És valószínűleg mi vagyunk többen, ez így gondolkodok, de azért csak vannak olyan szülők, akik meg valószínűleg bíztatják, hogy menjél befelé, gyorsan, menjél, szaladjál be. És itt ami a furcsa, hogy megnéztem, hogy milyen szabályozások vannak, és totál eltérő. Tehát, hogy nem csak hogy országonként, hanem csapatonként és stadiononként eltérő az, hogy ki milyen büntetéseket kap. És van, ahol például mondjuk a WC-ben való dohányzásért is több mérkőzéses eltiltást kap, van, aki több szezonos eltiltást kap, és amikor egyébként az Arzenál nagyon szigorúak az ilyen szabályok, ott, hogyha bemész, életfogytiglani eltiltás van igazából, ha beszaladsz a pályára. De hogy ez nem egységes, és így nem is tudom, hogy mi lenne a jó megoldás ennek a feloldására, de ez a probléma, ez van, látványos, és ezzel valamit szerintem kezdeni kell. Hát nagyobb biztonsági protokoll. Egyébként érdekes volt olvasni arról, hogy újságírók hogyan vélekednek erről az egészről, mert hogy az, hogy berohanok, azok ugye civilek, akik azt mondják, hogy figyelj, életem értelme, hogy akkor legyen selfie-m Cristiano Ronaldóval, tök jó, de egyébként vannak a médiamunkások, és ott is azt mondják, hogy egyébként mi ezt nem látjuk feltétlenül már, mint te meg én, de egyébként nézzük sem, de hogy meccsek előtt mondjuk Cristiano Ronaldo bemelegít, akkor az összes fénykép is odaáll, és akkor őt kattintja. Ha csapatfotó van, akkor mindenki Cristiano Ronaldo oldalára áll. És hogyha nem Cristiano Ronaldo fényképezik, akkor mondjuk a családját a VIP páholyban, ahol egyébként ott van a barátnője felesége, most nem tudom, Georgina, meg a gyereke. És akkor a gyereke mögött áll a testőr, és azt mondja, hogy figyeljetek, ne toljátok túl, jó? Tehát, hogy ez a figyelem, ez egyébként megvan a médiától is, ami már egy ilyen, nem tudom, ilyen intézményen sem vehető valami. És hogy azt mondják, hogy ez, hogy akár a Messi, akár a Cristiano Ronaldónak ez a figyelem, na, tehát hogy az őket övező figyelem, az már messze túlmutat azon, amikor még annak innen, nem tudom, Platini vagy Maradona voltak a sztárok, hanem ők már ilyen intézményekké váltak. Tehát, hogy ugye globális intézmények, ott globális brendek lettek, ahol azt tudod mondani, hogy oké, Ronaldo, amikor a bérét elpróbálta felsófolni, akkor Perez azt mondta, hogy hát nem, inkább megválunk tőled. Messi, hát majdnem csődbe vitte az egész Barcelonát magával együtt. És akkor ugye ez a jelenség, ez az, ami valószínűleg így hatványozódik azzal, amit te mondtál a közösségi médiáról, mert ugye Taylor Swiftnél volt az, hogy voltak olyan lapok Amerikában, ahol azt mondták, hogy nem írhatunk róla, mert ha írsz róla, akkor azt az újságírót a fanok megkeresik, és akkor utána elkezdik zaklatni, hogyha esetleg olyat mond róla. Tehát ha negatívan írsz valakiről, akkor téged az ő fanjai szétzaklatnak. Így van. Tehát, hogy ezek a nevek, ezekre konkrét iparágak épülnek. Most Cristiano Ronaldónak van, nem tudom, 600, majdnem 700 millió Instagram követője. Plusz még akkor mindaz, amit te is mondtál, és akkor ez az egész összeadódik, és hogy ezek már túlságosan nagy nevek ahhoz, hogy ne vonzzák azt a figyelmet, amit egyébként megkapnak a pályára rohanó szurkolóktól. És nem elég. Tehát nem elég az, hogy a tévék közvetítésben nem mutatják. Nem elég. Nagyon-nagyon nem elég, mert hogy a közösségi felületeken több embert el tudsz érni, mint egyébként azokon a tévétársaságokon keresztül, akik a mérkőzés közvetítik. És ez a baj. És az óriási baj, és az a baj, hogy ezek a videók általában Gellert kapnak,
felfutnak, és ugye nem is biztos, hogy csak a saját felületén, hanem már a továbbosztott és a továbbosztott médiumok a felületén eljut nagyon-nagyon sok emberhez. Én nem tudom, mi lenne a jó megoldás. Őszintén nem tudom, mi lenne a jó megoldás. Hát, ha nektek, nézőknek van erre jó ötletetek, de valamit ezzel mindenképpen kezdeni kell, mert kezd eszkalálódni a probléma, és ez nem normális, hogy hatszor szakítják félbe a mérkőzést, mert hogy berohannak a gyerekek. És én azt gondolom, hogy hiába lehetne mondjuk megduplázni a biztonsági embereknek a számát, tehát a maximum néhány száz embernek kell, hát minimum néhány tízezer emberre figyelni. Az arányszámok azért nem lehet fenntartani ugyanazokat az arányszámokat, és általában az van, hogy befut egy valaki, és arra öt biztonsági ember rohan rá. Tehát ahhoz, hogy 30 ezer főt megtartsa, lehet, hogy 150 ezer fő kéne biztonsági embernek. Tehát azt meg, hogy aznak, hogy visszaépítsük azokat a ketreceket kvázi, amik még korábban voltak, szerintem az meg nem egy jó döntés. Igen, de ez az egész egy nagyon jó előszobája volt annak a közösségi médiának a fonákjáról, vagy az árnyoldaláról beszéljünk. Következő kategóriánk a játszik az EB-n kategória. Hát és itt én készültem országokkal, és négy országot, nyilván top csapatokat gyűjtöttem össze, ahol vannak top játékosok, akik egyszerűen nem játszanak. Hát és itt még egyelőre nem tudjuk, kedden vesszük fel ezt a mai műsort, nem tudjuk, hogy a keddesti mérkőzésen, itt ugye az Anglia-Szlovénia találkozón pályára lépe Cole Palmer, minden esetre azért az látványos, hogy két meccsen még nulla játékperce van, és hát az azért is furcsa, mert borzasztó jó szezonja volt a Chelsea-ben, és azt gondolom, hogy a pályán nyújtott teljesítmények közül azért lehetett volna bőven belecserélni itt a mérkőzésekbe, amiket eddig lejátszott az angol válogatott. Például Phil Foden nem nyújtott olyan teljesítményt, hogy ne lehetett volna esetleg lecserélni mondjuk Cole Palmerre feltétlen. Bár az a baj, hogy akkor tudod, illetve volna, támadott volna az angol csapat, tudod, hogy szólni kellett volna neki, hogy figyelj, hallod, Cole, ez itt nem szokás. Mit csinál? Hova viszed azt a labdát előre? Nem, azt játszunk. Tehát, hogy ez például kifejezetten irritáló pillanat, hogy lehet az, hogy ennyire jó játékos egy percet nem kapott eddig az Európa-bajnokságon. Én inkább neveket hoztam, és mindegyik egy kicsit különbözik egymástól. Nyilván nagy nevek, tehát valószínűleg mindenki tudni fogja, de ha már maradva az angoloknál, én Ben White-ot hoztam, mert hogy nincs is a keretben, és igazából az ő kategória az, hogy frusztrál, hogy ott sincs, tehát hogy miért nem beszélünk róla. Miközben egyébként tökre lehetett volna használni azt a dinamikát, amit Szakával tol azon a jobb oldalon ott az Arsenalnál, és ugye hétről hétre látom azt, hogy mikre képesek. Miközben az angoloknál persze nagyon jól el vannak látva Alexander Arnolddal, Walkerrel vagy Trippierrel, de ugye Trippier, az, aki bal hátvédet játszik. Alexander Arnold meg most ugye középpályás. Alexander! Walker! De várjál, Walkernél azon rögtön, hogy volt egy ilyen tweet. Walkernél volt egy ilyen tweet, amikor azt mondta, hogy I have Kyle Walker fatigue. Tehát, hogy ez elegem van Kyle Walkerből, hogy igazából Walker nagyon jól csinálja azt a négy játékelemet, ami ezért, amit jól tud csinálni. És egyébként a két ember, amikor nézem őket, akkor azt érzem, hogy úristen, én megszoktam ezt az Arsenalnak ezt a jobb oldalát, és hogy ők nagyon nem úgy játszanak, miközben meg egyébként, tehát nem azt mondom, hogy Ben White önmagában meg tudná reformálni ezt a csapatot, mert hogy az angol csapat alapból is nagyon furcsán működik, hogy Harry Kane ugye nagyon sokat lép vissza, de senki nem veszi fel a mélységet, vagy ott van Phil Foden, aki meg balra taródik, de hogy abban a zónában éppen Bellingham van, és ugyanúgy Szakát megjátszák, de Szaká mondjuk nagyon mélyről indul be, és akkor mire egyáltalán fel tud futni, már két ember fogja őt, tehát igazából nem tudják kihasználni ezeket a dinamizmusokat, amiket egyébként más klubokban, vagy máskor egyébként tök jó ki tudnak használni. Úgyhogy erre mondom azt, hogy nem állítom azt, hogy szerintem ez az angol csapat jobban néz neki Ben White-tal, csak azt mondom, hogy idegesít az, amikor látom azt, hogy nem használják ki azt, amit egyébként a hétköznapokban mindig ki tudnak használni. Akkor most mondok valamit a hollandokról, aztán olyan labdát adok, hogy csak akkorát csapsz le, mint a húzat, jó? De beszéljünk a hollandoknak a belső védő párosáról, mert hogy itt ilyen Van Dijk és De Vrij, akik alkotják itt a belső védő duát, amit én nem értek. Ugye Deliktnek konkrétan nulla játékperce van, Van de Vennek konkrétan négy játékperce van, és Hertruida beállt 18 percre. Itt a legutóbb. Zárójel, azt hiszem, tudom, hogy hova fogod kifuttatni. Tehát, hogy a francba van az? Csak kérdezem én. Tehát, hogy a francba van az, hogy van rendes ballábas belső védő, ugye Miki Van de Ven, aki tudna ott játszani, ahol Van Dijk játszik, és Van Dijk játszhatna tulajdonképpen a saját pozíciójába, de nem. Jó, mondjuk Van de Vennek mondjuk nincsen mondjuk megfelelő tapasztalata a válogatott légterében. Oké. De akkor miért nem Delikt?
Miért nem Delikt az, aki játszik, aki játékban sokkal jobb az építkezési fázisban, sokkal inkább hozzá tud adni ehhez a csapathoz, és amikor beállt Hertruida, akkor is látszolott, hogy az is hozzá tud adni igazából az építkezéshez, meg a védekezéshez is, akkor kvázi már ilyen három belső védős-szerű építkezés volt igazából. Tehát, hogy szerintem el tud férni akár Hertruida és mondjuk Dumfries egyszerre a csapatba, de nem. És hogy nem találják rá a magyarázatot arra, hogy De Frey miért kezd ebben a holland csapatban, meg főleg a franciák ellen is, ahol lehet tudni, hogy kifejezetten lassú játékosok alkotják a támadó harmadot igazából. És nem értem igazából ezt, hogy miért. Miközben Van de Ven az egyik leggyorsabb játékos egyébként, atletikai szempontból, ugyanakkor meg tök jó a helyezkedés, meg egy szuper szezont hozott le a Tottenhamben. Szóval igazából egyáltalán nem értem azt, hogy Ronald Koeman miért ragaszkodik De Freyhöz, mert nem látok igazából erre semmiféle indokot. Na és akkor most jön a labda. De hogy... És most jön az, amikor lecsapom ezt a labdát. De hogy... Mégiscsak ez a rovat arról szól, hogy a nem játszik egy adott játékos. És akkor a franciáknál most egyébként, hogy találkoztak Hollandia ellen, nem értettem, hogy miért nem játszik Bradley Barcola. És az ő ilyen kategória az, hogy értem, hogy az edzőnek, vagy a szövetségi kapitánynak, Didier Deschamps-nak mások a játék elvei. Oké. Okay. Ugye tartottunk egy Sipsó után, ott is elmondtam ezt, hogy azzal számoltam, hogy Mbappé, ha nem játszott, akkor megpróbálnak egy olyan játékos behozni, aki nagyjából ugyanazt tudja, mint Mbappé, csak nyilván kevesebb minőséggel. Ehhez képest ugye teljesen megreformálta a rendszert, és akkor erre mondtam azt, hogy Deschamps sokkal előrébb tartja szerintem a csapatnak a belső egyensúlyát, mint holmi taktikai svájci bicskaként használni, és akkor arra lecsapni, hogyha adódik egy lehetősége. És hogy bárkor nekem ez a kategória. Tehát erre mondják azt, hogy ez a DD és a hülyeség, hogy szerintem Hollandia gyengébb volt még az első meccsen a lengyelek ellen, főleg a jobb oldalon, ahol egyébként volt keresni valójuk, és ezen a meccsen a hollandok úgy néztek ki, hogy Frimpongot tették fel, ilyen jobb oldali támadónak, meg ott volt Dumfries. Tehát, hogy ha ők feljebb is mennek, akkor Barcola előtt valószínűleg egy nagyon-nagyon sok terület nyílt volna. Nem azt mondom, hogy Barcolával nyert volna a francia válogatott, csak azt mondom, hogy szerintem ott adódott egy lehetőség, amire Deschamps meg hát olyan szempontból idegesített, hogy nem használta ki ezt a lehetőséget, hanem azt mondta, hogy akkor figyelj, akkor Rabiot felfut, és akkor legalább akkor labda nélkül vissza fog zárni, és akkor lesz három ilyen középső középpályáson. Nekem még a belgák kapcsán van egy kérdésem. Luis Openda. Eddig összesen 7 játékperce van, ezt a keddi nap alapján mondom, de hát ki tudja, hogy kikor nézitek majd a Hot Topicot esetleg, hogyha már túl vagyunk itt az utolsó mérkőzésen is, ott lehet, hogy kap még 1 vagy 2 percet. Ami azért érdekes, mert hogy Lukaku eddig 1,2-nyi XG értéket hagyott ki, mondjuk így. Tehát eddig ugye 0 gólya van, meg van hát 2 szabálytalan gólya, mondjuk így igazából szegénynek, de hogy eddig azért látványosan szenved a befejezésekkel, és hát folytatódik igazából a világbajnokságon nyújtott formája. És én nem azt mondom, hogy ki kell venni őt a kezdőcsapatból, mármint Lukakut, de azért Opendának nyugodtan lehetne adni szerintem játékpercet, meg időt, hiszen gól ínségben szenved a belga csapat, hiszen hiába alakítanak ki helyzeteket, egyszerűen kimaradnak ezek a szituációk, és nyilván most is legutóbbi mérkőzésen Kevin De Bruyne-nek a zsenialitása kellett ahhoz, hogy az a meccs az belegyen igazából húzva, és nagyon jól játszott Kevin De Bruyne. Csak hogy én azt nem értem, de tényleg nem értem, hogy akkor miért nincs az, hogy jó, értem én, hogy az első meccsen el cseszve itt a taktika, és kis túlzással mondjuk Jeremy Dokunak több sikeres csele volt, mint sikeres passza. De arányaiban, tehát százalék arányban ez egyébként biztos, hogy így van. Tehát, hogy, és utána a másik mérkőzésre már tudtak variálni, meg visszakerült igazán mindenki a megszokott saját pozíciójába, de egy Openda főleg azzal a szenzációs teljesítménnyel, amit mondjuk Lipcsében tolt, azért a 7-es percnél egy picit talán többet érdemelne. Hát van még egy nevem, no. Egyébként pont a német válogatottnál, ahol egyébként arról beszélünk, hogy az első két meccsen milyen szépen teljesítettek Svájc ellen, oké, hogy az utolsó pillanatban fordítottak, de hogy alapvetően nem egy olyan csapat, akire azt mondja, hogy taktikailag miért így játszik, tehát hogy senkinek nem kerekedik ki a szeme. Van egy játékos, akit nem értek, hogy miért nem játszik, ez Pascal Gross. Ja, nem a Barcelonás, igen. Az Pascal Gross egyébként a Brightonból. És hogy az ő kategória egy kicsit az, hogy ez a értem, hogy őt kipróbálta, de nem működött. Mert hogy pont láttam azt, amikor Nagelsmann kipróbálta, hogy ilyen frissen kinevezték vezetőedzőnek, vagy szövetségi kapitánynak. És ugye Pascal Gross a Brightonban egyszer ez a jobb hátvéd, jobb támadó, jobb belső középpályás, de hogy az a fajta játékos, aki dinamikusan fel tud lépni. Tehát igazából az ő erénye abban van, hogyha jól helyezkedik, jókor tud felvenni labdákat, okosan tudja ezt az egészet kihasználni.
És annak idején szerintem a belső középpályán a németeknél úgy nézett ki, hogy Gündogan meg Pascal Gross. És hogy annyira nem működött. Mert hogy egész egyszerűen abban a dupla szűrőben Grossnak pont ez az erénye nem csillogtatható, hogy okosan vesz fel labdákat, és akkor megnyiramodik vele. És akkor ezért is van az, hogy erről jutott eszembe, hogy annak idején Arsene Wenger mondta azt, amikor megjelent Fabregas az Arsenalban, még amikor ilyen 17 éves játékos volt, 18, hogy Vieira és Gilberto Silva, ők működtek. Fabregas és Gilberto Silva, ők működtek. Vieira és Fabregas, ők nem működtek. Tehát ez kicsit ilyesmi volt, hogy ez a Pascal Gross, én megértem, hogy ő egyébként nem működik azon a középen, főleg, hogyha van egy dupla szűrő, meg ott van előtte Wirtz, meg Musiala, és akkor őket próbál meg helyzetbe hozni. Csak hogy annyira jó lenne látni mégiscsak egy olyan formációt, amikor azt mondod, hogy Pascal Grossra tudsz, igazából arra tudsz építkezni, mert hogy most a németek jobb hátvédjét úgy hívják, hogy Kimmich, és sokkal jobban megértem, hogy most az van, hogy akkor Toni Kroos lép vissza, ő osztogat, akár ő játsza meg ezeket a játékosokat, és akkor mellette kell egy ilyen kicsit ilyen verőemberebb típusú játékos, mint mondjuk Andrich, és akkor ők ketten együtt nagyon jól működnek, tehát az ő kombinációk ilyen szempontból ült, sokkal inkább, mint hogyha Pascal Gross játszott volna mellette, aki meg, mint mondtam, nem feltétlenül a verőemberségében jeleskedik. Folytassuk azzal a témaponttal, hogy szerintünk alul hype-olt, de nagyon jó teljesítmények az Európa-bajnokságon. Elég tág a kategória, de készülünk azért 3-3 névvel igazából ezzel kapcsolatban is. Persze nehéz meghatározni, hogy pontosan mi ki és hogyan van alul hype-olva, de azért próbáltunk így azért gondolkozni. Az én első nevem egyébként N'Golo Kanté, aki a Szaúdi ligából visszajön, hát és kimagasló teljesítményt nyújt, és 2-ből 2-szer a mérkőzés embere lesz. És nem nagyon beszélünk róla az elmúlt egy évben. Hát az elmúlt egy évben. Hát én nem tudom, hogy ki az, aki nézett rajtam kívül Szaúdi ligát. Tudom, hogy Kriszti igazából a Copa Amerikába szerelmes, és mikor bemegy a pékségbe, akkor így előrengedik, mikor megy croissant, hogy két sajtos croissant, és akkor azt hiszik, hogy vak, tudod, és így, ja, gyere fiam, hogy itt van a croissant, érted? De hogy én azt néztem, főleg amikor Cristiano Ronaldo kijelentette, hogy ez a világ ötödik legjobb bajnokságban biztos, hogy benne van, jobb, mint a francia liga, én akkor úgy voltam el, hogy úgyis egy csomó Paris Saint-Germain meccset nézek, csak ránézek arra a Szaúdi ligára, és én emlékszem egy a Szaúdi liga mérkőzéseket, és nem olyan magas színvonalúak. És azért látszódik, mondjuk, lehetséges, hogy nem mondott igaz a Cristiano Ronaldo. Nem ez a lényeg, hanem az látszódik, hogy mondjuk Mitrovic, vagy Sergej Milinkovic-Savic azért nem úgy tér vissza ezekre a mérkőzésekre, hogy 90 percig képesek robotolni és jó teljesítmény nyújtani, hanem olyan, mert a 60. perc környékén azért kijön az, hogy hát itt van egy kis színvonal visszaesés haver igazából abban a ligában, ahol itt te művelsz. És szerintem van egy fecske, aki szerintem nem fog nyarat csinálni, de pont Kanté az, aki futómennyiségben, játékban, dinamikában, tempóban, hát egyébként emel a francia válogatott színvonalán, miközben amikor bekerült a csapatba, akkor én így vakargattam a fejemet, hogy Kanté? És nem volt más, tehát hogy igazából ez volt nekem a furcsa, és akkor elkezdtem gondolkozni, és akkor Rabiot Kanté? Rabiot Kanté, és Rabiot Kanté. Most meg úgy hogy Rabiot Kanté. Szóval, hogy... Mi az a Rabiot Kanté? Ki? Indítanám magát. Igen. Na, úgyhogy majd meghívhatják Krisztofot abban a műsorban is, de hogy Kanté nálam pedig abszolút egy ilyen teljesítmény. Jó. Örülök, hogy te hoztad be, és nem én, mert akkor meg lehet engem vádolni azzal, hogy csak franciákat hozok be. Én egy georgiai játékost hoztam be, George, vagy Georgi Mamardashvili. Georgi Mamardashvili, igen. Akiről te valószínűleg sokkal többet tudsz, de hogy tavaly egyébként a statok alapján a La Ligának, tehát a spanyol bajnokságban a legjobb kapusa volt. És ugye kapusok meg a teljesítményét nagyon nehéz mérni, erre van ugye, tehát hogy nagyon sokan a clean sheet-et használják, és akkor azt nézik, hogy mennyire őrizett, vagy mennyire megőrizte a kapuját, meg érintetlenül tartotta így a saját hálóját, tehát hogy alapvetően nem ez, hanem erre van egy ilyen mutató, a PSXG, ami azt nézi meg, hogy tulajdonképpen azokból a lövésekből, amik érkeznek felé, azokból ő mennyit hárított, és mennyit góltól mentette meg a csapatát. És ma már ez amit, tehát, hogy ez nagyon fontos, ez a mutató. És, tehát, hogyha így a kicsit összehasonlítva itt a clean sheet mutatóval, ez mondjuk ilyen, figyelj, autós hasonlatban tudom, mi jut eszembe, hogy régen azt nézték, hogy hány köpcentis az autó, mint az 1005-ös Lada, érted, az jobb, mint az 1002-es Lada. Aztán később azt nézték, hogy hány lóerős az autó, ma meg egyébként azt érdemes nézni, hogy milyen húzáson a newtonmétert érdemes nézni, tehát, hogy érted. És most tényleg ez a különbség mondjuk a clean sheet, a védési százalék és a posot XG mutató között. Tehát jobban mutatja meg azt, hogy egy kapusnak mekkora valóban a védési hozzáadott értéke a játékhoz.
Szóval Mamard és Willinek egyébként szerintem kinéz egy magasabb bejegyzett klub, mert hogy most is megmutatja, meg életben tartja ugye a georgiai reményeket, és hogy nagyon bízom abban, meg szerintem szinte biztos vagyok abban, hogy Európában azért még fogunk még az ő nevével találkozni. Én is felírtam őt, tehát ez én második neve is egyébként, Mamard és Willi. Hát összesen 2 meccsen 7-es Possot XG mutatót fociztak össze az ellenfelei, és hogy 4 gólt kapott, tehát 2 meccs alatt 3 egész góltól megvédeni a csapat alatt, az nem senki. A csehek ellen 11 védése volt, a törökök ellen 5 védése volt. 16 védés 2 mérkőzés alatt, ez borzasztó nagy szám. Ez borzasztó nagy szám. És itt tényleg azt kell mondanom, hogy én emlékszem, amikor ő beesett a Valenciának a kapujába, és akkor is az volt, hogy így nagyon jó mérkőzései voltak, aztán így beestek így igazából. Tehát volt neki 5 nagyon jó meccse, meg 2 ilyen nagyon katasztrofális. Aztán megint 5 nagyon jó meccs, és 2-3 rettentően rossz, ilyen katasztrofálisak voltak. És igazából az ő teljesítménye ebben a szezonban volt az, hogy kiegyensúlyozott és nagyon magas volt. A Valencia egyébként biztos, hogy el akarja adni ezen a nyáron, és szerintem lesz is rá kereslet, és tényleg, hogyha neki van ilyen kiemelkedő teljesítmény, az tényleg az a védéseknek a hárítása, elképesztő jó védéstűrő kapusról van szó. Ha még nem ismertétek Mamardashvilit, vagy nem beszéltem róla még eleget itt a csatornán, akkor nézzétek meg a georgiai mérkőzéseket, mert nekem az egyik kedvenc csapatom egyébként Georgia. Ezen az EB-n, mert szerintem... Azt hittem a Valencia! Nem, azt nem, ezt nem merném mondani. De hogy, megmaradok spanyolnak. De hogy a georgiai csapat, ahogy támadásban játszik, tényleg sokszor középszerű csapatokkal, vagy játékosokkal, bocsánat, nem csapat, játékosokkal, és persze Kvaratskhelia tök jó, meg minden. De hogy azért, hát itt amikor Dvalival építkezel, és tök jó hosszú labdák vannak, hát ott akkor azért azt tudom mondani, hogy igen, ez a csapat azért tud alapvetően támadni. Igen, tud érdekeseket virítani. Akkor figyelj, csak hogy ne vegyem el a kenyeredet, behoztam még egy évet. Nico Williams, aki nyilván spanyol válogatottból, akiről szerintem nincsen aluhájpolva, szerintem pont, hogy inkább nagyon sokat beszélnek róla, mert hogy ő tulajdonképpen megtestesíti azt, ami a spanyol válogatott az elmúlt 10 évben az így kikopott. És hogy ugye Luis Enrique-nél még néhány évvel ezelőtt arról beszéltünk, hogy ha megnézed a spanyol válogatottnak a pasztérképét, akkor úgy néz ki, mint egy gyémánt, mennyire egy ilyen szabályos, és hogy középen, csak ugye az volt a baj, hogy a két szélsője a spanyol csapatnak, az vagy Ferran Torres, vagy Dani Olmo. És hogy hát egy hasonló karakterek, olyan... tehát ez az, hogy Oyar Zabal, okay. Tehát senki olyan, aki esetleg igen. Egy cselt meg tudna húzni az ellenféle szemben. Pontosan, tehát senki olyan, aki labdával meg tud iramodni, miközben a spanyol foci ilyen 2010 körül azért mégiscsak ott volt egy David Villa, vagy egy Pedro, vagy Fernando Torres, tehát hogy érezték azt, hogy ha megkapják a labdát, akkor területbe indulnak. És hogy haladni úgy lehetsz, hogyha igazából beindulsz abba a területbe, és akkor majd érkezik az a labda. És hogy annak idején, nem tudom, szerintem a spanyol válogatott egyébként úgy nyert VB-t, hogy Fabregas volt a centerük. Tehát hogy ő volt az, aki nagyon sokat visszalépett. Csak hogy megértették azt, hogy haladni csak úgy tudsz, meg métereket nyerni, hogyha van ember, aki egyébként tud nyerni. És hogy ennek a karikatúrájává vált egy kicsit ez a spanyol válogatott, hogy akkor mondom, ilyen Ferran Torres meg Dani Olmók, azok inkább visszapasszoltak, és hogy semmi, egy centit nem volt a spanyol csapat. És akkor most legutóbb ugye a Katari VB-n 2 éve, meg ugye Marokko ellen estek ki, és hogy Nico Williams meg Lamine Yamal, az 2 olyan játékos most a spanyol válogatottban, aki gyakorlatilag ennek az ellentézise. Tehát, hogy nincs ez a folyamatos, nagyon szép gyémántok vagyunk, hanem megtestesítik azt, hogy nem a passzon keresztül halad a csapat, hanem a beindulással meg a csellel. És hogy ez az egy az egyben elleni készség, ezt megmerik kockáztatni, meg megmerik villogtatni, mert hogy tulajdonképpen ez az edzői intelem is, hogy nem kell mindig ezt keresni, amikor visszapassz, hanem az, hogy haladjon a csapat, és hogyha arról van szó, akkor most már nincs az a spanyoloknál ez a végtelen türelemjáték, hogyha megszereznek egy labdát, akkor hátra keringetik, és akkor egyik oldalról a másikra, hanem Yamal meg Nico Williams, azok szépen megindulnak ezzel, és hogy Williams ilyen szempontból szerintem ennek az egésznek az ilyen eszenciája. Nagyon érdemes, akár mondjuk visszanézni az EB selejtező elején, hogyan nézett ki a spanyol csapat, és hogyan nézett ki az EB selejtezőnek a legvégén, és az utolsó felkészülési mérkőzéseken. Tehát igazából De La Fuente alatt a spanyol válogatott nagyon sokat lépett előre ilyen tekintetben, és változott meg egyébként, ami úgy néz ki, hogy egyelőre abszolút a spanyol csapatnak az erényévé kezd válni, akkor nem tudom, mi lesz. Hogyha mondjuk vagy Nico, vagy Lamin esetleg megsérül, mert akkor baj. Szerintem akkor baj igazából. Én azt gondolom, hogy akkor abból kik ott a B-tervek? Kik vannak hát, őrtük? Ferran Torres még mindig ott van, és képzeld el, Dani Olmo is benne van a kertben. Oh.
És akkor visszaneveznek így 2022-ben. Egy kicsit igen. Na, én is egy spanyol játékossal készültem, akinek nem volt olyan jó szezonja, leszámítva mondjuk az utolsó néhány fordulót a Chelsea-ben, de viszont a frizurája miatt nagyon sokszor megtalálják különböző mémekben, meg hát igazából a játék alapján alapvetően meg is érdemelte, Cucurelláról van szó. Aki a Chelsea-ben szerintem azért bőven ki lett PC-zve, szerintem sokszor nagyon jogosan, de az utolsó fordulóban Pochettino azért azzal, hogy befelé mozgatta a középpályára, kifejezetten jól tudott kinézni. És ugye Spanyolországban, ugye ki az, aki a legjobb szezont futott a spanyol játékosok közül, és egy megkérdőjelezhetetlen volt a saját pozícióját tekintve, hogy ő volt az európai csapatok legjobbja, Alex Grimaldo. Hát nem Jordi, Alex Grimaldo, érted? Hát, Jordiában már igen. Ő az amerikai csapatok legjobbja lehetett maximum egyébként. De hogy Grimaldo konkrétan most kapott játék lehetőséget Albánia ellen, mikor már tutira a csoport első volt a spanyol csapat. És nem érzed azt, amikor a Cucurella játszik, hogy amúgy ezt a Grimaldót, ezt nem akarjuk betenni, mert hogy tudod, tehát azért nem került be az előző kategóriába, a kacsásba. Tehát, hogy miért, nem, miért nincs ott Grimaldo? Azért, mert egyszerűen Cucurellának a teljesítménye elfedi, és kifejezetten jó játékot mutat, és tök jó ott a dinamikák meg a mozgások a spanyol csapatnak a bal oldalán. Én még akit be akartam hozni, de aztán lehet, hogy neked annyira nem lesz meglepetés, az Vitinha. Uh-huh. Aki szerintem a csehek ellen ugye a meccsembere volt, meg alapvetően tök jó teljesítménye, szerintem nagyon-nagyon sokat fejlődött a PSG-ben, és hogy nyilván beszéltünk róla az elmúlt egy évben is, meg elmúlt években is, de hogy szerintem Vitinha így, hogy elment mellőle a középpályáról Marco Verratti, és elől meg ott volt ugye Messi, meg Neymar, tehát hogy igazából egy kicsit az volt az ember érzése, hogy akkor mindenki hasonló tud, mindenki egymás lábát tapossa, és nem feltétlenül teremtjük meg azt az egyensúlyt, ami egyébként is annak annyira oly kedves, és most teljesen kivirult. És ebben a portugál csapatban egyébként szerintem kimondottan megtalálta a helyét, és szerintem őt tényleg sokkal többre lehetne értékelni, meg sokkal nagyobb média figyelmet emelhetne ilyen szempontból. Azt néztem, hogy a statjai alapján a 90 feletti percentilisben van, tehát hogy tényleg a nagyon jó teljesítmény az a gól per 90, a passzok, hogy ezeket nagyon jó hatékonysággal osztja ki, a felpasszok, meg az, hogy rengeteget cipeli. És hogy ott abban a portugál középpályán kimondottan jól áll az egyébként neki, hogyha mondjuk van mellett egy ilyen verő ember, mondjuk João Palhinha, de ott a PSG-n is az volt, hogy akkor ott volt mellette Zaire Emery, és akkor megvolt az, hogy tulajdonképpen megvan az intelligenciája, hogy akkor el tud mozogni, de egyébként nagyon jól is tud passzolni. Tehát, hogy ez a kettő ember egyébként tök jó kiegészítette egymást, és hogy Vitinha, szerintem ő alapjáraton egy ilyen nagyon jó kiegészítő ember, hogy nagyon sokszor az volt, hogy hát még kit kéne oda betenni, aki tényleg el is mozog, hát akkor Vitinha. És hogy ahhoz képest szerintem ő fejlődött most már védekezésben is sokkal többet tesz oda, és egyébként a középpályán is egyre több területet foglal el, úgyhogy jól áll, tehát hogy egy év alatt megtanult franciául, tehát hogy alapvetően szerintem van benne egy ilyen szomj, hogy akkor minél többet fejlődjön, minél többet tudjon, meg minél inkább haladjon egy a dolgaival, úgyhogy szerintem ő abszolút egy olyan név, aki szerintem megérdemli az, hogy többet beszéljünk róla. Beszéljünk érdekes statokról az EB-ről, mert egy csomó van és sok minden dőlt meg itt igazából az elmúlt napokban. Az egyiket egyébként mi döntöttük be, mi magyarok, Csobot Kevin korábban jött, mint szokott karácsonykor igazából, és berobbantotta itt a magyaroknak a szívét, a lelkét, az örömét, és hát még ebben a pillanatban nem vagyunk benne biztosak, hogy tovább jutott a magyar válogatott, de reméljük, hogy hát, hogy ti már tudjátok, vagy már örülhetünk, és tényleg az angolok megverték a szlovénokat, zárójel bezárva. Ugye 99. perc, 32. másodpercében szerzett gólt Csobot. És ami furcsa, hogy ez egyiket a legkésőbbi gól itt az összes EB-k történetében, a rendes játékidőben. Ez fontos hangsúlyozni, mert hogy Platininak volt gólja a 84-es Európa-bajnokságban a hosszabbítás 119. percében, vagy David Plattnek az 1990-es EB-n ott Belgium ellen, ugye szintén a 119. percben, ugye Anglia színeiben, de hogy a rendes játékidőket tekintve soha ilyen késői gól nem született. Ugye korábban voltak nagyon késői gólok, tehát ami mondjuk ilyen emlékezetes gól nekem, az mondjuk Iniesta gólja a Horvátország ellen 2012-ben, de ez még 89. percben volt. És hát van Cristiano Ronaldo-nak gólja a 2016-os EB-ről Velszen a 93. percben,
De Oliver Bierhoff gólja az 1996-os EB-ről ugye Csehország ellen, az a 95. Úr. Percben született. A 95. Úr. Percben. És akkor ehhez jött hozzá Csobot gólja, most teszem hozzá, hogy Zakanyi, a horvátok ellen, ugye, hétfő este a 98. percben rugott egyenlítő találatot, úgyhogy becsúszott ezzel a második helyre. Tehát, hogy így változott meg igazából az EB-k történetének legkésőbb. Egy nap különbséggel. Egy nap különbséggel. Így van. Ez szép, mert ugye rekordokról is beszélünk, és hogy azért nagyon sok a hosszabbításban szerzett gól, de még a rendes játékidőben, mert hogy egyébként nagyon sok, vagy legalábbis van egy adat, amit mostanában nagyon sokat kering, hogy nagyon sok a 16-oson kívüli gól. Miközben meg a foci inkább klub szinten arra afelé halad, hogy akkor nagyon sok gól születik egyébként 16-oson belülről. Ezt azért annyival érdemes árnyalni, hogy ugye nagyon, tehát hogy nagyjából ugyanannyi a lövés, mint egyébként a rendes játék, vagy a más meccseken, tehát hogy nagyjából ugyanannyi lövésből több a 16-oson kívüli gól, de hogy van benne egy ilyen variancia, hogy akkor Katarban egyébként az szinte a legkevesebb gól született onnan, hát 16-oson kívülről. Most meg ugye nagyon sok, tehát hogy ez tud ez fluktuálni, meg tud ez így változni. Mondom a konkrét számokat, ezt kiegészítve egyébként, de Krisz nagyon jól mondja a történéseket. Ugye a gólok 32%-a távoli lövésből született ezen az Európa-bajnokságon, ami elég sok. Itt ugye a legutóbbi Európa-bajnokságon ez 13,4% volt, a 2016-os Európa-bajnokságon ez 15,7% volt, a 2022-es világbajnokságon pedig 0. 16-oson kívüli gól született. 0. Az nyilván az inga másik fele, de hogy mi... Két véglet, igen. Igen, de hogy miért van ennyi gól? És itt tényleg a távoli lövések aránya 39,2% ezen az Európa-bajnokságon. Most 2021-ben 37,3%, tehát kvázi ugyanaz. A 2016-os EB-n meg 46,7% volt, tehát kvázi visszaesett elég komoly mennyiségben, mégiscsak 16 gólt szereztek azon az Európa-bajnokságon a 16-oson kívül. Itt igazából tényleg csak arról van szó, hogy nincs több lövés a 16-oson kívül, egyszerűen több lesz belőlük gól. Tehát pont az látszik, egy picit apad a 16-oson kívüli lövéseknek a száma. Ennyi. Ugye Toni Kroos az Európa-bajnokság egyik nagy távozója, és vele kapcsolatban van egy borzasztóan érdekes statisztika, mégpedig az, hogy a csoportkörökben összeszámolták, hogy mennyi a sikeres passzoknak a száma játékosonként az EB-k mindenkori történetében. És képzeljétek el, hogy 324 passzal Toni Kroos vezeti tulajdonképpen ezt a listát itt a 2024-es EB-vel, saját magát előzte meg egyébként a 323 passzával a 2016-os EB-n, és ha hiszitek, hanem a top 5-ben még benne van a 2020-as EB-je is, akkor 280 passzal, és ugye Xavi van a harmadik helyen a 2012-es EB-n 317 passzal, és Granit Xhaka az a 16-os EB-n 281 passzal, épp hogy egy passzal előzi meg a 2021-es Toni Kroos. Tehát Toni Kroos tulajdonképpen saját rekordjait dönti meg, és állítja be, és emeli olyan magas szintre a pontos passzok számát, amit hát nem tudom, hogy ki az, aki valaha meg fog dönteni. Egyrészt nagyon öninterjút tudna csinálni saját magáról, hogy akkor hogy érezted most magad meg ezen a tornán, meg azon a tornán. Másrészt meg, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy Real Madrid hogyan fogja őt pótolni. Mert hogy azért mégiscsak kell egy ilyen passzer a középpályájukon. Meglátjuk, hogy ezen a nyáron kit fognak beszerezni ezért. Maradjunk a Real Madridnál, hiszen a Real Madrid játékosa Luka Modric lett az EB-k történetének legidősebb játékosa, aki betalált mérkőzésen, ugye 38 évesen és 289 naposan. Várd meg Pepét! Na hát ez az, hogy amúgy vannak idősebb játékosok jelenleg az Európa-bajnokságon, csak hogy ezzel egyébként tök érdekes, mert hogy ugye ő maga a korábbi Európa-bajnokságon bekerült a top 10-be az akkori életkorával, mert hogy Luka Modric ugye a 2021-es Európa-bajnokságon Skócia ellen szerzett egy gólt, amikor 35 évesen és 286 naposan ezzel akkora hatodik volt, ugye most már csak a hetedik, és ugye van egy magyar is itt a listán, Gera Zoltán, itt a portugáloknak lőtt nagyon szép találatával, ugye 37 évesen és 61 naposan bekerült ugye most már csak negyedik pozícióba. Ugye Goran Pandev a harmadik, és Ivica Vastić a második, ugye 38 évesen. Vastić, bocsánat, 38 évesen és 257 naposan. Most az a helyzet, hogy Cristiano Ronaldo idősebb. Ronaldo idősebb, mint Luka Modric, ő ugye már 39 éves. Szóval lehet, hogy ez is igazából egy ilyen nagyon ideiglenes első hely Luka Modric részéről, mert hogy Ronaldo még nem talált be, de ha betalál, akkor ő lesz az első. Ha meg Pepe betalál, akkor meg akkor a ki tudja, ki dönti meg valaha kategóriával fog változni.
És akkor hogy csinálod, hogy így csapkodod a földet, és úgy csinálsz, hogy a baklenni észreveszik, rögtön előre engednek? Mert hogy azért jó lenne párszor. Az a szemüveg, bazd meg!